Haladó, kezdő és felnőtt citerások, vonósok, furujások és tamburások léptek színpadra szombaton zárt körű vizsga keretében. A 4 évvel ezelőtt indított képzésnek köszönhetően ma már önállóan is megállják a helyüket. 4 éve tanulom, és az iskolában mutatták be először, és akkor nagyon megtetszett, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor én is elkezdem eljátszani, és akkor elejében nehéz volt, mert nem ismertem nagyon a citerát, meg a hangjegyeket, de aztán könnyen megtanultam. Milyen hangszeren játszol, illetve hogyan készültél a mai vizsgálőadásra? Hegedűn játszok, és elég izgatottan készültem a mai vizsgálőadásra. A 10 fő zsűri meghatározott szempontrendszer alapján értékelte a produkciókat. A Moholy Csobolyú Művelődési Egyesület tagja is aktívan részt vettek az oktatásban és a vizsga bemutatón egyaránt. Most mink a nagy tambora zenekart otthon hagytok, mert azok már igencsak nagyon nagy haladók. A táncosainkat itt most a 3 csoportos kislány van. Népi hegedűvel, tehát nagyon kezdők, akkor van egy nagy lányunk, aki hegedű zeneiskolában, de most kezdte ősszel, hogy a népi zenét is tanulja hegedűn, tehát őt hoztuk még, és még 2 csatlakoztak a tamborásokhoz, mint kezdők. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet alapfokú hangszeres népzene oktatása 6 településen, 6 művelődési egyesülettel közösen valósult meg. A tanulók most fél évkor egy szinten vannak, van, aki már 1 éve muzsikál, van, aki már 2 éve, és mindenképp nagyon fontos nekik, hogy közönség előtt is, a tanárok előtt is megmutatkozzanak, illetve hát mi is kíváncsiak vagyunk. Itt van most egy körülbelül 10 fős tanári kar, aki itt főleg a tiszamenti településeken, 6 településen, művelődési egyesületekben hetente tanítja ezeket a gyerekeket. A mostani vizsgabemutatón a rendszeres oktatásban résztvevő gyermekek és felnőttek megmutathatták, hogy mit sajátítottak el a képzés alatt az elmúlt időszakban. A sikeres vizsga által akár saját zenekart is tudnak alapítani.